A mai nap ki fogom próbálni a világ legijesztőbb módját, amiben annyi lesz a célom, hogy szerelkezzek fel, találjak pár diát és megöljem a szörnyet. Vajon sikerülni fog? Ó, itt egy falu. Mi a szar? Igazából ez nekünk csak jó. Én azt akartam mondani, még ilyen horror játékkal nem igazán játszottam, amit hogy Minecrafton belül még biztos, hogy nem. Egy videó volt, amit nem igazán szerettetek, és nem tudom, hogy miért, mivel én amúgy nagyon szeretem a horror mapokat. Itt amúgy már egyből ég a... Itt mi történik? Rászpólolt a ház a lávára? What? Oké, hát igazából ezeket itt elviszem szerintem, vagy nem tudom, mit kell csinálni igazából. Ez borzasztóan fura, én nem tudom, mi ez a mod. Na jó, de hát akkor vegyük egy kis fát, aztán beszélek, hogy nekem eddig milyen para történeteim voltak, mert hát valljuk be, hogy ha már egy ilyen horror videót csinálok, akkor igazából hát miért nem mesélném el. Azt azért meg kell említeni, hogy én amúgy ilyen nagyon szkeptikus vagyok ezzel az egész témával kapcsolatosan, de viszont semmiképpen se zárom ki, hogy valami esetleg létezzen, valami földön túli, wow. Egyszerűen csak így érdekesnek találom az egész dolgot, és lehet rajta így elmélkedni meg ilyenek. Illetve, hogyha nektek is van ilyen parasztoritok, akkor azt írjátok le, mivel ez a videó most komolyan el lesz szentelve. Na, kaptam is 3 darab vasat, ez amúgy tök jó, mert ebből tudok csinálni egyből egy pickaxet, mert ugye ma bányászni fogunk, mert ugye elméletileg lesz egy ilyen lény itt, ami minket így meg akar ölni, tehát ugye én fogom megölni, szóval ez teljesen egyértelmű ugye mindenki számára. A sztori az még egy ilyen évről származik, vagy hát kb. Egy ilyen másfél évről, de úgy van több is, de úgy érzem, hogy ez a legizgalmasabb igazából, amit itt tényleg nem tudok hova tenni, mi történt. Egyszer egyik nap eléggé sokáig fennmaradtam, azt hiszem, hogy majommal beszélgettem, és hát tudjátok, ilyen hajnali 3-4 óra van. Beszélgettünk, pont egy ilyen horror mappal játszottunk igazából. Azt fel akartuk tölteni YouTube-ra, de akkor még nem voltam egyáltalán felkapott, és senki nem néz szóval meg, szóval. És mivel csak a nézettségre megyek, ezért sajnos ez a videó nem lett feltöltve. Kérlek szépen, ne higgyétek el. Na és lényeg annyi, hogy beszélhetünk, játszottunk, és akár volt egy ilyen kis lámpám igazából. Hát tudjátok az asztalon, amilyen sérítő képernyője volt, és ugye azzal lehetett bekapcsolni. Hát itt úgy közben lemegyek bányászni is. És ennek volt egy ilyen kis akkumulátora, tudjátok, amit így fel lehetett tölteni, és hát ugye a lámpába volt beleépítve az akkumulátor, lehet, hogy nem itt fogunk lemenni bányászni. És ez ugye be volt kapcsolva, mivel hát alapjáton tudjátok, a nagy villany az nem volt bekapcsolva a szobába, szóval hát ugye ez éget. Most ezzel még sose voltak problémák. Szóval tényleg ezt most úgy mesélem, hogy ez a lámpa ez tökéletesen működőképes volt, szóval. Ja. Jól hogy este felrakom töltőre, mivel hát ugye fel kell tölteni, ergo ugye teljes mértékben fel volt töltve, szóval semmilyen probléma nem volt. Tehát itt találtam egy nagyszerű bányát. Ó, oh, baszki. Vagyok amúgy úgy beszélgetek, hogy bármelyik pillanatban bármi történhet, és ez a világ legijesztőbb Minecraft modja elméletileg, de mondjuk már megy le a nap, szóval lehet, hogy lesznek problémák. Abban az addig szerülök egy kis állatot. A szobában ülve, ugye játszottunk, és egyszer csak a lámpa az lekapcsolódott. Hát mondom, jól van, mondom, biztos valami érintkezéses probléma van, vagy akármi történik. Megfogtam, és visszakapcsoltam. Játszottam volna tovább, de a lámpa úgy döntött, hogy még egyszer lekapcsol. De ilyen pár másodperc múlva. És tudélik, hogy ez ilyen érintőképernyő, és ergo nem kell kapcsolgatni meg semmi. Hát eléggé fura volt, ismét visszakapcsoltam a lámpát. Ott egy kicsikét megfordult bennem egy-két dolog, de úgy döntöttem, hogy nem érdekel, és ismét felkapcsoltam. A lámpa az ugyanúgy lekapcsolódott. Na, akkor itt teljesen beparáztam, mivel vagyok ilyen 3 óra valamennyi volt. Oda szaladtam a nagy villanyhoz, és felkapcsoltam a nagy lámpát. Mondom, hogy na jó, ki ne szórakozzatok itt velem, mi történik. És utána visszavettem, felkapcsoltam a kis lámpát, és a lámpa az nem kapcsolódott többet ki, ahogy megy le a nap. Majd a bányába égetünk, az úgyis olyan jó ötletnek tűnik. Szevasz, villager! Illetve lehet, hogy meg is találtam a legjobb bánya lejárót, így az estére. De mindegy, és tudélik, hogy a nagy lámpának és a kis lámpának semmi köze nincs egymáshoz, szóval most oké, lehet, hogy vezetékbeli, mit tudom én, amint felkapcsoltam, valamit megoldódott, de srácok, ez egy külön aksiról futott, szóval hogy csak az aksit töltöttem konnektorról, de úgyhogy teljes mértékben fel volt töltve a lámpa alapjáraton, szóval elég érdekes. Van még egy parasztorém, de viszont ezt előtt el kellett mesélnem, hogy abba így bele tudja kezdeni. Ah! Oké. Mi a szar? Valamit hallottam, for real hallottam valamit. Mesélem a következőt szerintem. Semmi nem történt, srácok, igazából újra itt vagyunk. Jó, egy kis blokkot szedek azért, biztonság kedvéért. Nincsen pajzsom se. Most, hogy valami rám jön, akkor eléggé megszívom. Oh! Azt rohadt! Na jó, a hideg végigfutott találtam, mi volt az a hang? De úristen! Jó, oké, mindegy, ott van vas. Srácok, rendesen ráz a hideg ettől a hangtól. Ott valami, ez hogy egy ajtó csukódás hallottam volna valahol, vagy ilyen trapdoor. Az a baj, nincsen zó. Azt! Nagyon laggolok, mi történik? Ilyet még sose csináltam Minecraftom, de ez még nem érem olyan mod része, az azért eléggé érdekes lenne. Én azt mondom, hogy égessünk egy kis vasat, és utána visszajönk újra a bányába, de mi történik? Sikerült craftolnom egy Iron Axe-t, illetve egy csizmát, majd fel is vettem, ezt a crafting table-t ezt elvisszük, és hát szerintem mehetünk is le újra. Na meg igen, visszatérve a sztorira, egy pár héttel ezután történt.
Azt a Isten! Ja. Fasz! Fú, de nevér, hidegráz, a víz folyik róla, minden bajom van. Szóval jó lenne szerezni egy kis diát, és megmutatni, hogy nem félünk tőle. Na jó, és sztorit folytatva, egyik éjszaka felkeltem, mert olyan rosszul voltam, de tényleg taknyomjára megbefolyt konkrétan. Durvá lebetegedtem. Ugyanaz az időpont volt, amikor a lámpa kikapcsolt, 3 óra valamennyi. Azt, én azt tudom, hogy mire számíthatok egyáltalán. Én nagyon félek tök őszintén. Ezek után... Ah! Lehet, hogy... Arra nem kéne menni? Figyelj, én... Megértem itt az indulatokat. Jézusom, hogy néz ki. És ez most elmondni is fog, vagy csak ott néz? Ah! Azt a kúr! Hát akkor arra nem megyünk. Ez nagyon para. Te úristen! Mi a szar? Szóval kimentem a konyhába egy kis teát főzni magamnak, mert tényleg nagyon rosszul voltam. Lefőztem, és utána visszamentem a szobámba. Nem baj, az égessünk igazából, semmi probléma nem lehet itt. Világos is van minden, én csak kinalopja a vasamat, már arra harapok. Sztorira visszatérve, a vaksötét szobába ültem, csészeteával a kezembe. Egyszer csak a telefonom az így felvillant. Oké. Okay. Anyád! Hozzon, baszd meg! Mi ezt a belőtti? Kurva én! Menj! Menj! Haló! Stop! Stop! Húzz innen! Húzz innen! Elmenekülök! Elmenekülök, baszd meg! Elmenekülök! Engem... Oh. Hogy így elkezdett felém közeledni, eléggé beszartam, hogy most akkor így mi van. De viszont az, hogy vissza kell mennem, mert egy cuccal sajnos nem záratom le ezt a kihívást. És hát a célra őt kíván tud találni. Meg amit én találtam ki, hogy leszeretném győzni ezt a szörnyet. A sztorit folytatva, ameddig találok még egy bányát, bár bajban, hogy ebbe a bányába egy darab gyémánt nem volt. Ugye ránéztem a telefonomra, és láttam azt, hogy hát az fel van oldva. A telefonomat csak is új lenyomattal lehet így egyből feloldani. Se arcfelismerés, semmi. Én akkor még ebben nem gondoltam bele, hogy baszki, hanem csak így. Ránéztem a telefonomra, mert annyira rosszul voltam, hogy egyszer csak élni akartam, de tényleg. Hát, hogy találtam valamit. Aha, ebben teljes mértékben biztos vagyok. Ó, jaj, ebben a barlangban biztos, hogy van valami. És ebben most itt több szörny is lesz, vagy így mi történik? Szednem kell vasat, az az elsődleges prioritás. És szednem kell egy szettet, mert ez így nagyon nem lesz jó. Konkrétan egyből meg tudom ölni, elmenekülni se tudok. Vagy leborítom egy lávával, vagy valami. Jogi, megoldjuk. Ránéztem a YouTube stúdióra, aznap éjszaka, és láttam azt, hogy hajnali 3-kor, ez annyira random, srácok, ne nézzetek hülyére, komolyan mondom, ez annyira random, tudom, de úgy akarom elmesélni, ahogy azt én átéltem. Láttam azt, hogy ilyen több száz megtekintés jött így full random, de úgy, egy pár perc alatt. És úgy, hogy akkor a csatornám még egyáltalán nem volt nagy, szóval volt ilyen 1500 feliratkozó. Hű, de para ez a hang. És te most így lényegében én nem tudom, hogy mi történt. Viszont azt tudom, hogy lejjebb kéne menni, és találni kéne egy nagyobb bányát, de ez valószínűleg, aha, ez meg is fog valósulni. Figyelj, igazából csak diáért jövünk. Azt a jó Isten! Én nem erre vállalkoztam. Szóval az, hogy 2 ilyen dolog megtörténik kb. 2 héten belül, és úgy, hogy a mai napig nem találtam már a magyarázatot, hogy ez most így mégis mi lett volna. Gyémánt, let's go! Az probléma. Menjél, beásom magam. Ki ennek? Jogodjál lefele. Elkezdek felfele menni. Eltűnt. Srácok, kivédtem az első támadást. Kivédtem egy támadást. Na igen, ilyen darulságot lavóba a sztoriból. Nem tudom, hogy mire lehet ebből következtetni. Én nem mondom ebből még 100%-ra azt, hogy hú, egy idegen lény ott most itt olyan. Én új lenyomatot lemásolva oldotta volna fel a telefonomat, meg a lámpámat. De minden esetre baromira érdekes a sztori. Az ott mi? Az ott ugye nem az? Ja, nem az, csak egy nyilvessző. Ó, te jó ég, jó. El kéne kezdeni égetni viszont. Kéne egy szett. Akkor legalább egy kis fényünk is van. Azt a Isten, itt ez a csont. Szóval nem tudom, ilyen paranormális jelenségek vannak-e, vagy léteznek-e. Valószínűleg sokáig nem is fog megtudni semmit. És mindenki csak itt találgat majd, hogy hát ő neki ez a sztoria, ő neki meg az a sztoria. És lehet, hogy mindegyik lenne egy logikus magyarázat. Én ezt is el tudom fogadni, hogy tényleg semmi ilyesmi nincsen, és csak szimplán az emberek hülyék, és belegondolnak mindenbe mindent. Mint például most is. Itt volt egy csont, és alapjártan én tudtam, hogy ez a szörny itt ebben a világban létezik, és meg fog engem támadni. Ezáltal erre a csontra is azt hittem, hogy ez az, illetve minden egyes hangtól sokkal jobban megijedek. Szóval ebből csak azt akarom kihozni, hogy a képzelet az nagyon erőteljes. Akár csak gondoljunk a különböző szerekre, vagy drogokra, vagy akár betegségekre, hogy miket elő tudnak idézni az agyba, meg hogy milyen gondolatok a...
azt rohadt futás, tudod mit, én arra elmegyek. Nem is kell egymást így látnunk. Szóval engem így hagyjál békén egyelőre. Például a különböző creepypasták is innen. Ó, oh, és itt van még egy például kívánc. Let's creep. Go. Például szóval különböző creepypasták, például például de viszont én minden esetre nyitott vagyok mind a két oldalban, hogy most léteznek-e szellemek, vagy nem, vagy van-e valami földön túli dolog. Viszont amit én így biztosra tudok nektek mondani, hogy az emberektől szerintem jobban kell félni, mint az ilyen földön túli lényektől, mivel azok neked ártani nem tudnak. Szóval sose hallottam, vagy voltam még olyan esetben, hogy bármi baj történt volna ezekből, vagy Enderment szedek, lehet, hogy jó lesz így. És tudom, hogy jaj, ez egy gyerekeknek csatorna, nem kéne ilyenekről beszélni, stb. De viszont, ha más nem, én szeretnék ezekről így picikét nyíltabban beszélgetni, hogyha már itt van egy ilyen videó, és hogyha már bevállalta azt, hogy ezt így elkezdett nézni. Jó, oké, el kell menekülni. Nem érdekel. Ez annyira para! Megütöttem! Meg tudom ütni! A más volt, meg tudják ütni! Úristen! Jó, ütöm. Meg tudtam ütni. Akkor ez azt jelenti, hogy meg is tudom ölni. Jó, tudjátok mit? Ez lesz a végső misszióm. Hiába ijedek meg egyszer, amint meglátom azt a fejet, azt a... valami borzalmas, nem tudom leírni ezt az érzést. Én azt mondom, hogy teljes mértékben meg vagyunk, még egy lávát szedek valahonnan. Lehet, hogy kajából se ártana egy picit többet szedni. Aha, arra van. Na mindegy, szóval remélem, hogy megjött a kedvetek leírni nektek is a tisztoriaitokat, meg hogy mit gondoltok erről az egészről, a mini zombit de utálom, mivel én tényleg nagyon kíváncsi lennék rá, szóval csapassátok tele a komment szekciót, illetve hogyha szeretnétek, hogy legyen még ilyen autentikusabb, tényleg ilyen beszélgetősebb videó. Igazából sosem nézem a like számot, mert semmit nem számít, de hogyha sokan mondjátok, hogy legyen, illetve sok like lesz ezen, akkor majd csinálok. Ó, még egy dia. Akkor erre még nem voltunk. Ezeket a skeletonokat úgy utálom, ki kéne venni az összeset a játékból, esküszöm. Ja, meg 40 ezer feliratkozó alkalmából, igazából nem azért, csak pont jól jött ki. Szeretnék egy hosszú távon eléggé nagy dolgot csinálni, szóval, hogyha esetleg érdekel, akkor lépjetek be a DC szerómra. Na viszont most már ez kezd udalmas lenni, megjöttél tőlem? Még szóval csak azt várja, hogy elfogjon a kajám, és ez is teljesen értező lenne. De hogy mi történik itt a világbetöltéssel, azt látjátok? Ez eléggé fura. Mi van? Itt hullanak le a zombik. Oh! Úristen, ott van! Gyere! Belevész a lábába! Jaj, ne! Hát úgy érzem, hogy ezt most nem tudtam leküzdeni. De talán nem is ez a lényeg, hanem az, hogy megpróbáltam, és ez ugyanúgy igaz való életben. Ne féljetek semmitől, és nézzetek szembe a félelmeitekkel. Azt a mindenit, ilyen dramatikus lezárás meg ilyen videót. Olyan rendet fogok kapni.